Óbuda a kultúra városa. December 5-én pénteken 18 órától Turcsán Miklós festőművész kiállítása az Óbudai Kulturális Központban. December 19-én 17 órától előadás és beszélgetés a művésszel a San Marco Galériában rendezett jubileumi kiállítása kapcsán. Óbuda közösséget építünk. Az alkotói kényszer az mindig valami olyan élet központból, belső központból eredeztethető, ami valószínű a korai gyerekkorba, vagy valamikor nagyon az alkotói indulás kezdeti éveihez köthető, amikor egy kényszeres állapotba kerül az ember, hogy önmagát kifejezze. A képek, illetve az alkotások általában mindig valamiféle feszültségből születnek, amit az alkotó magával hoz az életbe lépésével, vagy pedig egy olyan korai emlék, ami elindítja ezen az úton. Mondanám, hogy a festészet az minden, mert hát velem együtt él, velem együtt valószínűleg született, én csak valósággá teszem azokat a belső rezdüléseket, folyamatokat, lelki folyamatokat, amit az élet hoz magával számomra. És ezek megtestesülései a lelki rezdüléseknek és a gondolati folyamatoknak, amik az életbe vezetnek. Az élet maga önmagában egy olyan konfliktus, aki ezt elviseli, mindig problémákba ütközik, mindig vagy helyzetekkel, vagy személyekkel, vagy önmagával, és ezeknek ha valaki olyan szerencsés helyzetben van, hogy ezt vagy kiírja irodalmi, zenei, vagy festészeti alkotás szobra, tehát a képzőművészet területén, akkor szerencsésnek mondhatja magát. Egyfajta mágiát folytat az ember. Elűzi a rosszat, próbálja magába szívni azt a jót, amit egyébként érez a gondviselő révén, és ezek a képek manifesztálódnak ebben a nehéz helyzetben, ami az életet jelenti.